Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást a három szerző könyv bemutatására. Nagyon fontos eseménynek leszünk része, hiszen három olyan életmunka kerül ilyen értelemben bemutatásra, aminek a lényege az, hogy a magyar nemzet Európában a jövőben milyen fajta jövőképe alakulhat ki. Ugye a könyvet próbáltuk időzíteni a Mátyás király időszakára, hiszen a alap gerinc gondolata a Mátyás király királlyá válásának, illetve az akkori királyság létrehozásának és annak hatását is tartalmazza. Ami ebben a dologban egészen különleges az az, hogy nagyon erős a könyvnek a székely vonatkozása, hiszen én személy szerint egy székely családból eredek, illetve a szerzőtársam másik tagja is, a Gyárfás Ágnes professzor asszony is, székely eredetű család. Ugye a székelységnek a történelemben van egy olyan alapküldetése, hogy állandóan építi önmagát, építi a magyar nemzetet. Ami ebben a dologban meghatározó az az, hogy próbáltunk jelzést adni a Magyarországnak arról, hogy a Mátyás évében a királynak megfelelő tiszteletet adjunk, és július 10-ét jelöltük meg, hogy délben az egész ország egy pillanatra álljon meg, és hajtson fejet a nagy uralkodónak, aki megvédte Magyarországot, megvédte Európát, hogy Magyarország, Európa ne jusson Bizánc sorsára. Ami a Mátyás király történelmi nagysága, az az, hogy ő egy olyan kapocs a múlt és a jövő között, hogy maga a király életében jelezte az ő származását, ami ugye egy állandó kérdés volt Magyarország irányába, hiszen az uralkodó után megjelenő Habsburg politikai irányzatnak a lényege az volt, hogy amennyit lehetett a középkori uralkodókról, így Mátyás királyról, amit lehet félretenni. A Mátyás király jelezte a szultánnak azt, hogy ő szkita származású. Ugye, és itt jön be az a történeti rész, hogy az uralkodó jelzi magáról az, hogy ő szkita, akkor a magyarságnak, az uralkodónak, a székelységnek mi köze van a szkitasághoz. Ami általában minden egyes kutatásnak a lényege, hogy egy nemzet meghatározásánál a bent élő népnek alap joga az, hogy ő önmagát meghatározza, és így ebben az időszakban a magyarság szkitának határozta meg magát, sőt, a Verbőci 3-as törvényben, törvény keretében is lett rögzítve a magyarság, illetve a székelységnek a szkitasága. Ugye az egy nagyon érdekes történet, hogy miért probléma az ma, amikor szóba kerül az, hogy a magyarságnak van őstörténete. Azért probléma, mert az a történelmi múlt, ami a Mátyás király életéhez kapcsolódik, és ő kinyilatkozta azt, hogy ő szkita, akkor a magyar jogrendszer ezt a dolgot lekövette, és jelezte a törvényeiben, hogy szkita népről, szkita államról van szó, és a 21. században eljutottunk oda, hogy belépett egy új tudomány, a genetika, ami teljesen felülírja a történelmet abban az esetben, ha az a nép nem azt a történelmi irányt határozta meg az életében. A,
Az egyik legnagyobb vizsgálat a magyarság genetikai állapotáról, az a Magyar Tudományos Akadémia és a Német Tudományos Akadémiának a népesség genetikai vizsgálata. Ebben egyért, és miért érdekes ez? Azért érdekes, mert a német állam birtokában van a lehető legnagyobb genetikai állomány, össze tudta hasonlítani. Nagyon meglepő a vizsgálatnak az eredménye. A vizsgálatnak az eredménye bizonyos eltéréssel, de azonos irányt mutat, azt mondja, hogy a magyar nép genetikai állományának a többsége iráni eredetű. A székelység valamivel eltér tőle, és azért tér el ettől, mert a székelység egy másfajta szkita múlttal rendelkező nép. A magyarság előtt több hullámban érkező népek egybeolvadásával, de a király szkita múltat rögzítő népről van szó. Azért fontos ez a magyarságnak az őstörténete, mert a jövő magyar államának nagyon fontos azon elgondolkozni, amit a Mátyás király jogszerkezetében rögzített, hogy ebben az országban két történelmi múlttal élő, ugyanazon nyelvet beszélő népnek az állam szövetségéről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy egy területen kiváltságot kapott egy nép, hanem két történelmi múlttal megjelenő népről van szó. Az egyik a 896-tal bejött magukat magyaroknak nevező nép, és azt megelőző nép, amely gyűjtő szóval magukat székelyeknek, de jogilag szkitáknak nevezik magukat. Ez a magyar nép jövője a székelységen múlik. Azért múlik a székelységen, mert az ős történeti része a magyarságnak a székelyeken keresztül létezik. Mátyás király ugye rögzítette az országban a két népnek a jogi helyzetét, és a rendiség fejlődésébe kialakítja a székely vezető réteget, meghatározza a vezető rétegében a primorokat, a lófőket és a nemeseket, kialakul egy olyan terület, ahol maga a királyság sem örökös. Tehát ez az a szuverenitása a székelységnek, hiszen király leszármazott minden egyes tagja, a nagy szkita uralkodóknak a elszaporodott dinasztiája, ezért a székelység ügyelt arra, hogy soha egyetlen egy állam semmilyen formában ne tudjon behatolni az ő rendszerében. Tehát mi a mai nap ennek az egész dolognak az üzenete? Az egész dolognak az üzenete az, hogy ez a könyv a magyar nemzet szellemi építésére, a politika fejlődésére egy olyan fajta európai népét tudjunk válni, amelyik egyértelműleg rendelkezik őstörténeti múlttal. Még egy nagyon fontos gondolat, és át fogom akkor majd adni a szerzőtársaknak is a szót, nagyon-nagyon fontos gondolat az, hogy a jelenlegi társadalom, mint államforma szerkezetének mi a jövőképe. Ugye ez a társadalomban állandó feszültség van abban, hogy a köztársasági államforma az eléggé progresszíve a jövő európai államnak. A kérdésre egyértelmű a válasz, igen. Azt is elmondom, hogy a monarchikus forma miért nem megfelelő a jövőkép kialakításában. A Mátyás király a monarchikus formában a magyar jogrend, aminek szkita alapja van, a mellérendeltségi jog a lényege. A mellérendeltségi szemléletnek a lényege az, hogy minden ember azonos. Ebben a kérdésben nincs hierarchikus
különbség, nincs hatalmi hierarchikus különbség, hanem a vezető azért van, hogy annak a népnek, amely megbízza, a maga lehető legnagyobb képességével tegyen eleget. Ezért mondta a Mátyás király, hogy a nemzet szolgálata az Isten szolgálata. Ez a nép Erdélyben a népfelség hatalmát elsőnek Európában határozta meg, és egy olyan hatalmas polgári egyenlő fejlődést mutatott arisztokrácián belül, hogy a Magyarországgal történt egyesítéssel az erdélyi arisztokrácia rengeteg új változást hozott be a kisebbségi törvénytől keresztül mindenhol, sőt, ugye neki köszönhetjük a Bethlen Istvánnak azzal, hogy 1921-ben véglegesen le lett váltva, el lett távolítva a Habsburg hatalmi igényen. A Mátyás király időszakában, a Mátyás királynak a koronázásánál a család, mint királyválasztó zászlósul ott volt, és ugyanúgy ott volt a Szapolyainál is, mint királyválasztó zászlósul, és a Bethlen Gábornál is ott volt, mint királyválasztó zászlósul. Tehát a korona jog szerkezete, a lényege ebből a szempontból. Mi az üzenet a jövőnek, a jövő politikának Európában, hogy ebben az országban olyan köztársasági formát kell létrehozni, ahol államszövetség alakul ki, és meg kell politikailag jelölni a két népet, hogy ebben az országban székelyek és magyarok élnek, két történelmi múlttal rendelkező népnek az államszövetsége, mint ahogy Erdélyben is volt, és ez mindig bent volt. Ez egy nagyon fontos, ha a magyarok azt akarják, hogy jövőben legyen történelmi múltjuk. Én, mint székely, semmilyen fajta kisebbségi helyzetben nem tudom érvényesíteni a jogomat, miközben nekem nem ősöm, csak történelmi múltamhoz tartozik az Árpád és a királyi dinasztiák. Egy külön élő nép, más történelmi múlta, nem tud hangot, nem tudom a nemzeti jogomat, a történelmi múltamat alkotmányos szinten nincs biztosítva. Bár a jelenlegi politika nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tesz ebben a dologban, és a közös a Mátyás királlyal az, hogy a magyar embert helyezi előtérbe. Ennek a politikának ez a hatalmas nagy üzenete, hogy a magyar embert helyezi előtérbe. Egy másik bejelentésünk az, hogy a Bak Endre Kanonok Alapítvány, amelyik közreműködött a Boldog Özséb szentté boldoggá avatásának a múltjában. Most július 10-ével, ahogy a nagy tisztelet megtörténik az uralkodó alapján, elindítjuk a Mátyás királynak a szentté avatását. Ez egy rendkívül fontos történelmi tény, hiszen Európa felé folyamatosan tudjuk kommunikálni, hogy ez a nép nem kér abból a fajta modellből, ami majdnem megcsúszott ahhoz, hogy Európában kereszténység lett. Ez a nép 150 éven keresztül élt az iszlám, és több száz éven keresztül élt olyan formációban, hogy nem a maga történelmi értékét, az emberi értékét tudta közösségi szinten egységesen képviselni. Tehát ha odafigyelünk mindannyian, és el tudjuk érni azt, hogy Európában államszövetségként legyen jelen a magyar államnak, független attól, hogy a határon kívül ugyanazonos nép él, és ugye a II. András időszakban kényszer állam szervezeté alakult, nem volt kényszer állam szervezet, a két nép együtt, minthogy ma a szövetségi köztársaság van, ugye a bajorok, a szászok élnek együtt, mindenki a maga értékét képviseli. Még egy nagyon fontos gondolat, a miért fontos a történelmi múlt. Ha nem lett volna fontos a történelmi múlt, akkor kérdem önöktől, hogy Izrael tudta volna érvényesíteni az államigényét. Nem tudta volna érvényesíteni. Tehát a történelem olyan jogokat ad egy ország életében, ami teljesen jogos abból a szempontból. Vagy akár a mostani görög állapotokat figyeljük, pontosan a történelmi múlt az a rész. Magyarságnak is megvan ez a fajta történelmi múlt. Egy dolog fontos, az az,
hogy ez egy nagyon komoly körültekintő, a szomszédos országokkal partneri viszonyba megjelenő politikai magatartással vihető elő. Tehát egy úgynevezett politikai előnevelés azzal, hogy nekünk ennek a régió elég sokat szenvedett, egy modern államok, baráti államok rendszere csak a partnerségre épül. Tehát a könyvünknek az iránya az ez, és a politika irányába pedig az, hogy bízom abban, hogy előbb-utóbb egyre több szószólója lesz annak, hogy a magyarságnak szüksége van arra, hogy Európában önvédelmi múltja legyen, hiszen az európai kimozgásba, a népek munkavállalásában ugye rengeteg sérelem van abból, hogy ugye úgy viselkednek ezekkel az országokkal, mintha nem lenne történelmi munka, mintha nem azonos európai értékkel rendelkezne. Rengeteg olyan kutatása van, és most legújabban a bolgár évkönyvek irányában is elment, ahol a legutóbbi beszélgetés alkalmával elmondta azt, hogy az, ami itt olvasott, az teljes összhangban van, tehát egy olyan fajta közös, úgynevezett szkita ős kincsről van szó, ami a nyelvünkön is tetten érhető. Még egy könyv szerkezetéhez hozzászólva, van itt egy-két olyan barátom, aki ennek a munkája a korábban a saját életmunkájából nem, ha ne az nincs, akkor nem tudom a könyvnek a színvonalát emelni. Az egyik a dr. Béke Lajos barátom, aki vallás kutató, aki megmutatta az, hogy a világ kereszténysége az milyen irányba kezd fejlődni, és közölt egy-két olyan dolgot, ahol egyértelművé vált a magyarság történelméhez való ragaszkodása, és ilyen értelemben formabontóak voltunk, de jobb szó az, hogy progresszívak. Az előszót nem hagyományos szerkezetében alakította ki a Bak Erzsébet, mondván azzal, hogy a mai világot abba az irányba viszik, hogy a tanult ember is elolvassa az elejét meg a végét, aztán eldönti, hogy van-e szüksége a könyvre. Tulajdonképpen ugye nem mindig van lehetőség kifejteni azt, hogy itt egy úgynevezett nemzetépítésről van szó, az, hogy a székelység mindig előjárt a kérdésben, vagy ha baj volt, akkor a végén védte a magyarságot. Ezt a szellemiséget szeretnénk ebben a dologban megerősíteni. Még egyszer nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor átadom a szót, légy kedves, tarts meg, tulajdonképpen most vagyunk a könyv ismertetésénél. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy ezt a nagyszerű könyvet én mutathatom be, igaz, hogy nyelvészként, de az én nyelvészeti kutatásaim azért nincsenek nagyon távol ettől a tudománytól, hiszen a nyelvünk régmúltját is kutatom a kezdetektől, amennyire lehet a nyelvünk megteremtésétől kezdve, és miután a nyelvben minden benne van, a történelem is, tehát nem lehet anélkül a nyelvünket kutatni, hogyha nem ismerjük, nem nézzük meg a hozzátartozó történelmet, kultúrát, hagyományokat, szokásokat, mitológiát, mindent. Nos, ha ránézünk erre a könyvre, akkor látjuk, hogy kívülről csodálatos, elmondhatom, hogy belülről is csodálatos, tartalmát tekintve pedig igen súlyos és igaz. És igaz. Nyelvészként azt mondhatom, hogy igaz. És amint említetted, a bulgár évkönyvek háromkötetes anyaga alapján is igaz. Nos, tekintettel arra, hogy,
hogy nyelvész vagyok, ezért engedjék meg, hogy ne fejből ismertessem a könyvet, hiszen nagyon sok komoly adat és tény van benne, hanem azokat a gondolatokat, amelyeket kijegyzeteltem magamnak, és ide kinyomtattam, nem is az egészet, de néhányat hadd ismertessek, és hát legtöbbször olvasni fogom a szokásomtól eltérően. Mielőtt a könyv ismertetéséhez hozzákezdenék, egy indián mondással indítom ezt az ismertetőt. A mondás így szól. A holló az egyik szemét a múlton, a másik szemét a jövőn tartja, így nem téveszt irányt. Ez a mondat, ez a rövidke kis másfél soros mondás, tulajdonképpen ennek az egész könyvnek a lényege és a jelképe, mielőtt még a három szerzőnek a munkájáról, de nagyon-nagyon röviden szólnék, először egy idézetet, amit már a könyvből vettem, olvasok fel. Így szól. Kós Károly szerint túlélésünk záloga, hogy szellemileg, lelkileg elitek maradjunk. Nagyon fontosnak tartom. Elsőként Aradi Éva a szakák és az indoszkítákról ír. Nagyon sokan ismerjük Évának a munkáit. Nagyon fontos az a gondolat a dolgozatának a címében, ugye szakák és indoszkíták szerepelnek. Na most, hogy a szakák és a szkíták ugyanaz, tehát nyelvészeti szempontból személynévi eredetű dinasztia névből lett népnévről van szó. És ezt igazolják Évának a könyvei, Gyárfás Ágnesnek egyébként a saját munkái, és nem beszélve arról, hogy ebben a könyvben szereplő adatok, amelyek nagyon komoly és nagyon sok forrásra épülő gondolatok. Kiírtam itt az indoszkítákról, a szkíták utódnépeiről, a kotani szakanyelvről, aztán még további szaka nyelvekről, hol, merre beszélték. Azért megemlítek egy nagyon fontosat, hiszen az alánokról mindenféle hír járja, megjárta már az egyetemi korunkban is, és a könyvben az szerepel Éva tollából, hogy az alán szaka eredetű nép. Nagyon fontos gondolat, nyelvészetileg is, a nyelvészeti munkákkal is lehet igazolni. Aztán fontosak a társadalmi címnevek is. Itt megemlíteném, nem is lehet kiemelni külön egyet-egyet, csak úgy lehetne igazán, igazságosan, őszintén elmondani, beszámolni erről a dolgozatról is, meg a többiről is, hogyha kicsit részletesebben beszélnénk, de nagyon fontos a Maharadja, például a Rádja, az ugye királyt jelent, és a másik pedig, máshol szerepel a Rajput, az pedig azért érdekes magyar szempontból is, mert a Rádzs ugye, ez is összetett szó, a Rádzs az a király, a Put az meg a fi, és a magyar nyelvnek az egyik hagyománya, ugye, hogy a Put, amelyik Bet, Kálmán Bet szerepel a régi forrásokban, Kálmán fi, és így tovább.
tehát ismert a magyarban is, magyar kapcsolata is van. Nos, beszélhetnünk itt a médekről, a magarokról, mint médmágusokról, továbbá a szkítáknál, amit most még azért megemlítek, hogy itt az első osztályba tartoznak, nagyon fontos, tartoztak a mágusok. Aztán a rovásírás, amit szkíta írásnak is neveznek. Ma már ugye csak a székely rovásírásról szoktak többet mondani. Aztán hát a székely székekről, a szarmatákról említeném meg inkább azt a gondolatot, hogy Éva szerint a szarmaták szintén szkíták, és én is úgy gondolom, hogy a szarmata az egy olyan összetett szó, amely tartalmazza a szkítát is. A szkíta ugyanúgy, mint a székely, személynévi eredetű dinasztia névből lett népnév. Nos, tekintettel arra, hogy ugye időhöz vagyunk kötve, erről az első részről néhány gondolat erejéig csak a megemlítés szintjén szóltam. A második rész tulajdonképpen ennek a könyvnek a fő része Bak István tollából, és az a címe, hogy Miért apostoli királyság Magyarország. Na most innen fel kell olvasnom egy részt. Idézem. A székelyek szkíta származása és az állam alapítása 3500 évnél régebbi. Testvérharc következtében elmenekült a birodalmi szkíta területről a király szkíta Szkülész, és a Kárpát-medencében Krisztus 740-ben telepedik le a nemzetségével és a királyságával. Továbbá fontos gondolat. Anonymus megírta, azt hiszem ez sokunk számára is ismert, a hét magyarok Szittyából Álmos herceg vezetésével jöttek ki. Itt megemlíteném azt, hogy a Jaafar Tarihi bulgár évkönyvekben, mint bulgár király szerepel Álmus. Na most nagyon fontos, hogy amikor Álmos hercegről beszélünk, aki a hét magyarokat vezette, nagyon komoly kutatásokat kell végezni, hogy külön kezeljük Álmüst, a hunbolgár király és a Szittyából beérkezett Kárpát-medencébe jött Álmos herceget. Na most, a szkíta nemzetnek a neve, maga a szkíta különböző alapváltozatok formájában létezik. A szkűt, mindegyiket más-más nép, nemzet használja. A szkűt, vagy szkűtá formát a görögök használják, és nem sorolom fel az összes többit, mert túl sok időnk nincs. Na most, István beszélt arról, hogy a Kárpát-medencébe több hullámba jött be ugyanaz a kultúrájú, ugyanazon nyelvű nép, közös gyökerű nép. Öt hullámról van itt szó a könyvben, amiben hát nem az én kutatásaim alapján, de a szakirodalom, az általam ismert szakirodalom alapján sem lehet kételkedni.
Ennek a hullámnak, tulajdonképpen ennek az öt hullámnak az utolsó hulláma Árpád bejövetele volt. Az összes többit otthon még úgy gondoltam, hogy mindegyikről szólok, de hát nagyon kevés az idő, csak megemlíteném, hogy az első hullámban, első hullámban a Kárpát-medencében a székelység, mint szkíta érkezett, aztán a második hullámban a szarmaták érkeztek, tulajdonképpen a szkítákkal és a magyarokkal közös gyökerű nép. A harmadik hullámban a hunokkal további magyarok érkeztek a Kaukázus északi előteréből, az északi ágból a 4.-5. században, nem is mondtam itt időket, századokat, évezredeket se nagyon említettem, de mindent pontosan megtalálunk a könyvben, mert hiszen rengeteg adattal van tele, rengeteg forrásra hivatkozva, és nagyon pontosan hivatkozva. A negyedik hullám pedig az avaroknak az érkezése volt. Nagyon érdekes dolog, ma már itt hallottunk az avarokról, és a Dzsákfár Tarihi, a bulgár évkönyvek az avarokat egészen mandzsúr, mint mandzsúr törzs odáig visszavezeti, úgyhogy azt hiszem, hogy a további feladatok között, és nagyon sok feladatunk van, ami a kutatásokat illeti, ez a téma is ott kell, hogy szerepeljen. Az ötödik hullámban érkeztek ugye a fekete magyarok a 9. században, ugye a hét törzsel, és itt a fekete magyarok elnevezésnél megállok egy pillanatra. Mindenféle kering a szakirodalomban, a bulgár évkönyvek azt mondják, hogy a fekete jelzőt nagyon sokszor odaillesztik a népnevek elé, csak azt nem veszik figyelembe, hogy a hunoknál ez nem csak feketét jelent, hanem nyugatot is. És teljesen igazolható, hogy nem a fekete jelentést kell alkalmazni nagyon sok esetben, hanem a nyugati jelentést. Nagyon, és ebben az esetben az én megállapításom szerint itt a fekete jelző itt nyugati értelemben használatos, kell, hogy használjuk. Továbbá, ami nagyon fontos, az, hogy a Kárpát-medencei királyszkíták, vagyis székelyek szerepel a könyvben, és ők elszaporodott királyszkíták. Három nemzetsége, a bak, a nagykutya és a holló. Na most a bak nemzetség, mint akár az első is, első helyen megnevezett, és Bak István, aki az őseit kutatva az egész mondani valójának a gerincét alkotja, vagyis a múltunknak, a székelységnek a múltját, történelmét leírva, alkotja a Bak dinasztia leírása. Mondanom se kell, csak ismétlem magamat, hogy nagyon fontos dokumentumok, források alapján szól erről is. A holló már szerepelt ugye az indián mondásban, hogyha
Ha valakiben felmerül a kérdés, hogy ugyan mi közünk lehet nekünk az indiánokhoz, és hogyan jönnek ide az indiánokhoz, nagyon remélem, hogy hamarosan belátható időn belül meg fog jelenni a bulgár évkönyvek, a Jagfar Tarihi, amely 3 kötet, és akkor akit érdekel, világos lesz számára, világossá válik számára, hogy hogyan jön ide az indián, és az indián kultúra, meg az indián nyelv, és a mai alkalommal pedig az indián mondás. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a bak, a nagykutya és a holló miket kell róluk tudni? A mennyei királyság égi koronájának csillagképe. Meghatározták a 3-as királyságú mindenkori szkíta területet a szkíta birodalom méretétől függetlenül. Így volt ez Pannoniában, az avar királyság alatt is. Egyisten hitű terület. A Kárpát-medencében a királyok koronába vetített és rögzített égi szentségnek az uralkodója 3 egyesült politikai nemzet. A bak nemzetségről megemlítem azt, hogy Sasvár központtal, nyitrai koronázó püspökséggel működött. Aztán néhány nevet, de ezek a nevek ugye szerepelnek a meghívókban is, de azért nem árt megemlíteni, ugye itt nagyon komoly információkat kapunk Berendi Bak Jánosról, Bak Gáspárról, Bak Istvánról, Bak Barnabásról, és fontos gondolat, hogy a Bak dinasztia a legelső tisztségeket viselte, például Aradon, Szentkatolnán, megjegyeztem itt Bak Gáspárról fontos gondolatokat, talán ezt még nagyon hasznos lenne, ha felolvasnám, hiszen országnagyok voltak ezek az emberek. A király fekete seregében a műszaki csapatoknál hadigép parancsnok volt. Ágyukat és nehéz kődobáló gépeket tervezett és irányított. A Jajca csata után Mátyás király szepesi prépostán nevezte ki, papnak állt, elvégezte a Bolonyai Egyetemet, az első miséjét Rómában tartotta, a király kinevezte püspöknek, amit IV. Sixtus pápa is megerősített. Fontos gondolat, a székelység minden tagja a szkíta uralkodó dinasztia leszármazottja. A nemzetségek az égi törvény alapján uralkodtak. A nemzetségek trium generum nemzetségi periódusok alapján uralkodtak, nagyon fontos. Mindig az uralkodó nemzetség adta a főkirályt, és a saját érseke koronázta meg a másik két nemzetség jelenlétében. Ez a szkíta múlt volt az alapja az avar birodalomnak és a magyar királyságnak is. A Szent Korona alatt a magyar királyságban azonos nyelveket beszélő két nemzetként a szkíta székely és a magyar állam szövetsége jött létre. A székelység saját írással, rovásírással rendelkezik. A székely nemesség ősfoglalkozású, a magyarokkal azonos nyelvűek. A székely szkíta nemzet Krisztus előtt 1500-tól Krisztus után 1690-ig önálló politikával rendelkezett. Önálló területtel a Szent Korona alá tartozó saját nemzetgyűléssel és saját törvényalkotással. További fontos gondolat. Sok mindent kihagytam. A nemzetségi vezetők úgy tartották a középkorban a rendiségben is, hogy a székelység az égi királyság földi pajzsa. Ők a király után az elsők. Vezetőik választják a királyt is, az apostoli uralkodókat is. Aztán itt még a pálos rendről nagyon fontos gondolatok, de megyünk. Így van. A Bak család egyik főfészke az Arad megyei Bak. A székelység 6 nemzetségre oszlott.
négy ága. A felosztás ősi emlékként történik. Rovásírás, hivatali tisztségek, vérségi alapon való öröklés, a nemek és ágak felosztása is. A székely, mint nemzet név, a magyartól eltérő nemzet, itt volt is róla szó. A jogi intézmények régebbiek, mint a magyar királyság alkotmánya. És a székely népnévről már szóltam. Itt csak megerősödik az, amit nyelvészként is több mint 10 évvel ezelőtt meg is jelentettem, hogy Szkülész szkíta király nevéből való Hérodotosz nyomán. Tehát személynévi eredetű dinasztia névből lett népnév, de majd még Gyárfás Ágnes munkája kapcsán itt ehhez visszatérek. Szkíta herceg törzse, herceg népe, király szkíták. Székelyföld nem volt a királyé. A székelyek ezt nem a király adományából bírják. Előbb 7, majd 5 székre oszlott. Ezt az 5 széket azért most felolvasom. Udvarhelyszék, háromszék, csíkszék, marosszék, aranyosszék. A székelyek nagyon fontos. Eredetüknél fogva kiváltságos nemesek. Nemességük a földjük első foglalásán alapszik. A nemesi jogaikat az ország egész területén gyakorolhatták. A székely nemzet rendi tagozódása, és hát ezt már nem sorolom fel, mert nincs rá idő. A székely nemzet minden tagja született nemes. A hazavédelmére nagyon fontos gondolat, személyesen is el volt kötelezve. A székely nemzet mindhárom rendjének tagjait megilleti a nemesi előnév használatának a joga. Kérem szépen, azt mondjuk, hogy Baróti, Szabó, Dávid, és mondhatnék még itt sokat, mindjárt értelmet nyer. A nemesi elő, vagy Szent Katolnai Bálint Gábor, igen, a nemesi előnév lakóhelyük neve. Joguk volt címert viselni. A nemesség olyan jog, amelyet bírói ítélettel elvenni nem lehet. A főkegyúri jog a magyar királyok egyik kiváltsága, amelynek tartalma a Szent Korona isteni eredetéből fakad. Következő gondolat. Magyarországnak, mint történelmi nagyhatalomnak lehetősége van az Európai Unióban nagyobb léptékű érdekérvényesítésre. Ehhez kell a magyarországi elitnek megérteni a magyarok történelmi múltbeliségét. Az igazat kell tanítani, kérem szépen. A magyarság értékadó társadalom. Felkészíti az egyént a más társadalmak, kultúrák versenyének a kihívására. A Szent Korona, mint személy, a mai parlamentáris jogszerkezetben királyság és király nélkül is működik. A köztársasági elnök közjogi és apostoli hatással rendelkezik. A Szent Korona eszméje. A magyar múlt, a tan, a Szent Korona fogalma köré rendező elvek és szabályok együttese. Európa jövőjét illetően. Jelenleg az identitás gyenge, ezt orvosolni kell, és ez nagyon finom megfogalmazás. A székely nemzet szkíta múltjának rögzítése. Mielőbb, és nagyon fontos. Múlt nélkül nincs jövő. És a harmadik, Gyárfás Ágnes tanulmánya címe Szikil. Krisztus előtt, 3400 előtti években turáni eredetű népek hagyományai kerülnek elő a régészek ásói nyomán, épp úgy, mint az írásos anyagban. Meg kell említenem azt, hogy a Jaafar Tarihi a hunbulgár évkönyvek anyagában
világosan szerepel a Mezopotámiában élt népek miensége, gyökere, kultúrája, történelme, nyelve, és amit Gyárfás Ágnes leírt a könyveiben, az, amiket az előadásain hallgathattunk évtizedeken keresztül, a tanulmányaikban leírtak, azok mind megerősödnek a bulgár évkönyvek által. Azt írja, hogy, és említette is, hogy szikil, szó és képjel, szórja a magot magyarázattal. Amikor tizenvalahány évvel ezelőtt megírtam a tanulmányomat a székely népnévről, akkor nem mondom, hogy kik hogyan viszonyultak hozzá, de nem is ez a lényeg, hanem a nyelvészeti, a földrajzi névi és a különböző nyelvi kutatásaim alapján azt jelenti, hogy maggal, ősszel ellátott. Hát kérem szépen, ennek a tövében az van, hogy a székely, a szík, az mag, igaz? Igen. És az el, az pedig, vagy ej, valamivel való ellátottságot jelöl. Ugyanúgy, mint a szkítában, a szki is az tartozást jelölő képző. Na most a tá, ugye a képző az tékezdetű. Tartozás, pontosan, pontosan. A tá az egy korábbi alak, a tének már fejleménye az el, vagy az a jé, ugye, amit ellipszilonosnak nevezünk. És egy nagyon fontos gondolat, hogy az élet vízi úton érkezett, benne van a bulgár évkönyvekben is. Aztán nagyon fontos, a tellói pecsétről már korábban is megemlékeztem a munkáimban, hiszen kitűnő, hát úgy, hogy hivatkoztam rá, hiszen kitűnő kutatója Gyárfás Ágnes, és amit itt leír, hogy a férfi és a nő, gisz és mad, együttes szerepeltetése az élet szentségének alapfeltétele. Csak ők, a férfi és a dáma hozhatja magot az égi földről a föld édenkertjébe. Ehhez képest, kérem szépen, mennyire elferdült a mai világunk. Ehhez ide vissza kell nyúlni, nincs mese. Szikilek, a magszórás képességének népe, a turáni nép fennmaradásának garanciája. Még egy idézet, a világ változik, de a Kárpát-hazában a természet törvényei a régi egyszerűséggel működnek. Mivel ez a nép egy a természettel, képes lesz a teremtő gondolatát a legelbetemültebb, elromlott, idegen népek társadalmában is megőrizni, és a szeretett törvényt ősi jogon gyakorolni. Az idézeteknek a helye mindenütt jelölt, de azzal nem akartam most húzni az időt, hogy felolvasom, melyik oldalról vannak az idézetek. Nagyon fontos, hogy Gyárfás Ágnes egy kis turáni szótárt is csatolt még mellékelt a munkájához. Ez nagyon, nagyon, nagyon hasznos ez is. Na most, olyan kitűnő könyvről van szó, azt mondottam ugye, hogy tartalmában súlyos is. Sok szempontból, és tulajdonképpen azzal fejezem be, amivel kezdtem, ahhoz, hogy mindaz, amit mi itt szeretnénk, hogy megvalósuljon, igazolja ez a könyv, hogy az egyik szemünket a múlton, a másikat a jövőn kell tartani, mert így nem fogunk irányt téveszteni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Tisztelt hölgyeim és uraim, igen, nagyon sok mindenben egyetértek Bak Istvánnal, és mikor nem jelent meg ez a könyv, ugye a teljesen jogszerű és időszerű, hogy Mátyás király évében, hiszen ugye egy Szilágyi Erzsébet fia, az biztos, hogy egy szkíta nemesi család sarja, és egy másik szkíta nemesi család főrendi sarja mutatja be, tehát nagyon is aktuális. Hát az én szakterületem ugye az indoszkíták, meg a kusánok, meg a heftaliták, fehér hunok, na, az avarok őtőlük származnak. A fehér hunok tulajdonképpen már az avarok maguk. És Istvánnak igaza volt, hogy ugye a fekete hunok, azaz a székelyek elődei, a szkítáknak az a része, amiből a fekete hunok, a hunok általában, de ugye az ketté váltak. Hát Krisztus után pár száz évvel ketté váltak, és amikor itt megdőlt a hunok birodalma, ugye Attila halálával 453-ban, akkor még a hunok abszolút nem dőltek meg, hát Ázsiában még egy hatalmas birodalmuk volt. Akkor indultak el a Káspitótól a fehér hunok, a úgynevezett heftaliták, hát ugye görög nevükön, szanszkritul svéta hunnának hívják őket, fehér hunnak szó szerint, akkor indultak el meghódítani Indiát. Módi indiai professzor, aki Zajti Ferenc barátja volt és kutatótársa, azt írta, hogy a szkítáknak mindig az volt a vágyuk, hogy a mesés Indiát meghódítsák. Ha vesztettek valaki ellen, akkor azért, hogy bizonyítsák, hogy ők még vannak olyan erősek, hogy meghódítják Indiát, ha pedig győztek, akkor még többet akartak. Hát India valóban mesés. Én 8 évig éltem ott, és összesen 9-szer jártam, utoljára 6 évvel ezelőtt, akkor kutattam tulajdonképpen az indoszkítákat, és ugyanazok a jellegzetességek, kulturális, tehát kultúrkincsek és szokások léteznek, amelyek a székelyeknél. Tehát hiába voltak ők fehér hunok, látszik, hogy egy szkíta törzsből származtak, mégpedig az indiaiak szerint a gétáktól. A gétákat már Körösi Csoma is kutatta, a második szabatúi levélben, mikor leírja, hogy én a magyarságnak azon ágából származom, amelyik Krisztus után a 4. században elfoglalta Transzilvániát. Tehát ő nagyon jól tudta, és az én indiai professzoraim, én Indiában szereztem a második diplomámat, azt mondták, hogy maguk magyarok miért tagadják le, hogy a hunoktól származnak. Hát nálunk persze nem az egyszerű falusi nép, de az értelmiség, mint tudta, soha nem tévesztették Budapestet Bukaresttel össze. Tehát a franciák tanulhatnának tőlük műveltségben. És azt mondja, hát mi tudjuk, hogy hát a nevükben Hungária, Hungary, stb. Benne van, hogy hun. Mondom, én tudom, azt mondja, de a maguk professzorai és az akadémikusok nem tudják, mert ő ott járt az akadémián előző évben, és kézzel-lábbal tiltakoztak, hogy nem, mi finnugorok vagyunk. Szóval ennyire lealjasítani egy népet azért disznóság, legyünk őszintén. Én nagyon szókimondó vagyok, és néha nem szalonképes talán, de hát ez az igazság. Tehát ők tudták nagyon jól, és azt is tudták, hogy a szkítáknak a géta ágából származtak az indoszkíták, akik valójában tényleg elfoglalták Indiát, és több mint 400 évig uralkodtak észak, észak-nyugat és Nyugat-Indiába. Na most én 6 éve Kácson jártam, már a név maga is, ugye Magyarországon is van egy Kács nevű község, ott viszont egy egész tartomány, akkora, mint a Dunántúl, és az tele van indoszkita leszármazottakkal, a sírjaik beszédesek, mert ugyan Indiában égetik a holtakat, hiszen abban a klímában nem lehet várni, hogy majd a földbe eltemetik, hanem egy napon belül el kell égetni, mert hát elkezd romlani. És ugye az indusok azt csinálják, hogy valahova szétszórják zömmel folyókba vagy a tengerbe, de ezek nem, az indoszkita leszármazottak, ezek eltemetik a hamvakat, és ugyanolyan csak kőből vésett sír emléket emelnek fölé, mint a székelyeknek a székely hát kopjafág, igen, köszönöm szépen, és ugyanolyan szimbólumok. Három részből áll a kőből kifaragott síremlék, a fölső egy ilyen csúcsos, ahol ott van a napkorong, és a napkorongnak olyan sugaras
tehát nem egyenes ágai vannak, hanem olyan hullámos, mint a székely kapukon, vagy a kopjafákon, és ott van a holtsarló. Ez mindegyik sír emléke rajt van. Utána jön egy hosszúkásabb része a kőnek, ott van magának a harcosnak a szobra, kifaragva, vagy ő, vagy a feleség, na az már indiai szokás, sajnos ezt átvették, azt nem, hogy a feleség általában a férjével együtt, szóval öngyilkos lett, mikor a férje meghalt, hát ugye tudjuk, hogy Attilának is, ha nem is a feleségek, de lehet, hogy azok is, de szolgák együtt haltak, tehát a nagy uralkodókkal mindig valaki még feláldozta magát, vagy valakik, de az már indiai szokás, hogy sajnos az asszonynak élve kellett a férje holtteste mágiájára, ez a úgynevezett mahasati, tehát önfeláldozó, de ezek megtiszteltetésnek vették. Tulajdonképpen az egész város vagy falu ünnepelte őket, hát azért mikor a láng elérte őket, akkor azért nem hiszem, de azt csinálták tulajdonképpen, hogy előtte beadtak nekik egy ilyen kábítószer, tehát hogy előbb halljon meg, mint ahogy a láng odaér, de ezt titokba kellett, de aztán hát a kutatók kiderítették. Na tény az, hogy a feleségnek a sírköve, akkor a feleség arcképe van rajta, vagy pedig egy ilyen így feltartott kéz, és a tenyérbe ki van faragva a napnak a virág képe, tehát egy virágszimbólum, ami a napot ábrázolja, és a feltartott kéz azt jelenti, hogy megadja magát a halálnak. És akkor egy csomó karkötő van rajt, pláne hogyha a Maharadzsa felesége volt, Maharao, ők úgy hívják ebbe a kis tartó, kicsi, hát nem kicsi, de mondjuk indiai szempontból kis tartományban úgy hívják a királyt, hogy Maharao. És akkor lehet látni a sok karkötőből, hogy ez egy nőnek a keze, meg a feltartott kézből, meg a virágszimbólumból. Na, és azon kívül a múzeumuk Kács fővárosát úgy hívják, hogy Budzs, és a Budzsi Múzeumnak az összes terme hímzett tapétával, tehát egy hímzett terítőkkel tapétázták ki egy körbe, és mindegyik teljesen tulipán motívumok. Hát Indiában egy napig nem maradna meg a tulipán abban a klímában, tehát ez is utal arra, hogy ők éjszakról jöttek, és éjszakról hozták. És teljesen azok a színek, amiket mi használunk, ráadásul ott mondta az igazgató, hogy egyedül úgy tudja, hogy Erdélyben főleg, de Magyarországon, és ott Kácson használnak keresztöltést, még mai napig is. Egy csomó japán nő kutatta, hogy kell a keresztöltést, ezek mindenütt ott vannak, és mindent le akarnak másolni. De hát ez azt jelenti, hogy valójában a mi motívumaink ott szerepelnek 8000 kilométerre. És az a szokás, ami a székelyeknél ugye még gondolom a múlt századig megvolt, hogy de lehet, hogy még most is, hogyha egy házas pár, tehát egy fiatal összeházasodik, akkor nagy lagzi van ott is, és bizony hozzák ha nem is a házat, hát annyi pénzük nincs, hogy egy komplett házat vegyenek a fiatal párnak, de a berendezést, az ágyneműket, a lábosokat, tehát az Székelyföldön úgy tudom, hogy mai napig is talán megvan, de ott is, Kácson is. Ez egy kis különálló része Indiának, azért maradt meg ilyen eléggé hagyományosan és a régmúltat idézően, mert ugyan az arab tenger szélén fekszik, ez félsziget a félszigetben, mert magát Indiát is úgy fogják fel az indusok, mint egy félsziget kontinenst, és Gujarat állam az, ami az arab tenger felé így kiugrik, és Gujarat államnak az északi részén még kiugrik ez a kis Kács. Ez egész a pakisztáni határon van, és ezen átrobogtak mindig a muzulmán hódítók, hát helyesebben ugye, amikor ők oda kerültek, még nem volt muzulmán hit, de az arabok hírhettek voltak, hogy már akkor is rabolni jártak oda. Az arab tengeren át, amit akkor eritreai tengernek hívtak, átrobogtak, és ez egy terméketlen terület viszonylag, nem olyan, mint a mi Dunántúlunk, mert mély föld, és monszunkor ellepi a sós víz, tehát az arab tengernek a sós vize, és ezért elég
terméketlen, és az arabok átrobogtak rajta, és meghagyták a kultúrát. Na de nem mindenki ilyen szerencsés. Indiának nagy részét ugye ott 800 év muzulmán uralom volt, ott Krisztus után 1000-be esett el Delhi. Hát ha nem is 800, de hát az angolok jöttek helyett utána, úgy, mint nálunk a Habsburgok jöttek a törökök után. Tehát nagyjából nagyban leképezi a magyar történelmet, az ő történelmük. De hát szóval, na és ezekből, mikor aztán hát végül is vesztettek a Szászanida uralom alatt, 399-ben Krisztus után az utolsó királyuknak is menekülni kellett, akkor a szomszédos területen, tulajdonképpen ami most Xinjiang, tehát az ujgur terület, onnan jöttek át az avarok, akiket a kínai évkönyvek zsuan-zsuanoknak neveznek, de ők magukat már varhunoknak, tehát avaroknak nevezték, és ők egyesültek a heftalitákkal, és mint avarok jöttek II. Justinianus császár udvarába menedéket kérni, mert a keleti irodalom megalakult, és azok rabszolgájukká akarták tenni az avarokat és a heftalitákat, és amikor ide, hát nem ide, hanem Konstantinápolyba értek, Bizáncba értek, akkor már a Kagán neve Baján Kagán volt. Tehát onnan már ismerjük ugye az avarok történetét. Tehát igaza van Istvánnak, ugye a székelyek is szkíta leszármazottak, de előbb értek ide, előbb alkottak, államalkotó nép volt valójában, nekik járna Erdély, az egész Erdély, mert hiszen ők alapítottak ott államot, és a magyarok viszont az avarok utódai, vagy leszármazottai, na de ez a két nép annyira testvérnép, hogy egy törzsszövetségbe. Most az más kérdés, hogy az egyik ilyen törzs volt, a másik olyan törzs volt, de akkor is egy törzsszövetségbe, tehát annyira testvérnép a székely és magyar, hogy én nem tudnék különbséget tenni köztük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves szerzőtársak, kedves elnökasszony, kedves barátaim! Az a tudomány, ami az őseink bölcselete volt, az egy különleges írással, a legfinomabb kristálykövekbe vannak belevésve, és arról sokszorosították. És egyszer, amikor a francia katonák az egyiptomi hadjárat után mentek hazafelé, Szicíliában megpihenve találtak egy csomó pecséthengert, meg pecséthenger lenyomatot, ami Egyiptomban is itt-ott előfordult. Franciaországba betették a Louvre-ba, és kiállították, és ezekből a kiállított másolatokból kaptam fényképmásolatot, és azok alapján dolgoztam. De hát Szicíliában, a Szicíliában talált pecséthengerekről van szó. Hogy amikor a turán népének nyelvét írtam, akkor a Lugágeme nagy úrasszony, aki maga, ezt a csodát fedeztem fel, ami minden leírásnak az utolsó kartusa. Tehát ez volt a vége. És ez, hogy Lugágeme nagy úrasszony, aki a mag, aki a mada, vagyis a haza, ez az ustu, vagyis az őstudás. Erről szól tulajdonképpen az első könyvem. A második, a vizek könyve, mindezt felhelyezi a csillagos égre, és már a teremtés folyamatában látja. A tellói jóslat pedig az egész kultúrát igyekszik átölelni. Ez a parányi kis tanulmány, amit most átadtam közlés céljából Bak Istvánnak, akkor egy olyan anyagot adtam át, amelyet rajtunk kívül csak az a pár látogató látott a Louvre-ba, aki éppen odabba a félelső folyosóba ellátogatott. Soha-soha senki, és fogalma sem volt senkinek róla, hogy mit ábrázolnak ezek a különleges jelek, és ahogy ezeket a képeket megnéztem, csodálatos módon tudtam belehelyezni a teremtés folyamatában, és nem utána, hanem a teremtés megelőző folyamatba,
Valóban ez a pár kép magát, az élet nemzését fejezi ki. És hogyan keletkezett? Ezek a pecséthengerek gyönyörűen mesélik el. Szerelemben fogant a világ. Szeretetben és szerelemben. A szeretetet és a szerelmet egy ilyen kis női alak jelenti, amelynek a közepén csillag van. És ehhez hozzáér, mint egy a szikil jel, és világosan látszik, hogy a kettő egyesül. De olyan szépen, olyan plasztikusan, és annyira a magyar jó ízlésnek megfelelően, hogy semmi trivialitás nincs benne. Akár elsős gimnazistáknak taníthatnák nyugodtan így, hogy hogyan lett a világ, és hogyan születtek ők meg. Hát egy ilyen különleges dolgot tudtam átnyújtani, amely egyedülálló, mert hisz egyetlen egy nép nincs, amely ilyen szinten közelítette volna meg a maga ősmúltját. Ismeritek a görögöt, a rómait, az egyiptomit, ismeritek az apró népek különleges történeteit, ismeritek az indiait is. Nagyon szépek, mikor a cethal hátán kinő az életfa, mindegyik nagyon szép. De ez, amit a mi őseink leírtak, ez nem egy mitosz, hanem ez egy világkép. Ősképeik voltak arról, hogy milyen a mikrovilág, és ezt ki tudták fejezni. Mindezeket ők úgy kapták genetikailag az őseiktől, magukkal hozták, és alkalmanként vagy egy pecséthengeren, vagy egy kazettás menyezeten, vagy a padok előlapjain, vagy egy mesében kifejezték. Hát az a parányi kis fejezet, amit itt most látni fognak, ha egy picit elmélyülnek benne, egy-két dolgot azonnal észrevesznek, és magukévá is fognak tenni ebből a különleges világból. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a könyvismertetést.